A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli főtámogatója a Software One Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software One. Felhőben jobb. Folytatódik a Millás reggeli. Szép jó reggelt kívánunk. 7 óra 17 perckor. Házi stúdiójában Gede Balázs. A Jazzy Rádió adás stúdiójában pedig Ács Gábor. 1500, hát akkor inkább lecsót kap a gyerek, nem lekvárt, írja egy kedves hallgató, szerintem ez neked tetszeni fog. Igen. Van, akinek nem tudtunk megfelelni még az LGT dallal se, mert hogy végre sikerül születésnaphoz és évfordulóhoz igazítani zenét. Mi az, hogy végre? Hát ez szokott sikerülni, azért ez gyakran előfordul, én kérek elnézést. Erre megtaláltok egy dalt, amelyet nem az ünnepelt ír és énekel. Jó. De erre fölhívtuk a figyelmet. Nem az volt a mondás, hogy a kérés az volt, hogy LGT dal legyen, és ami leghamarabb érkezik a hallgatóktól, és itt van nálunk a tárban, akkor az lesz az. Hát ez jött most, az, hogy éppen igen, hallgatók olyat választottak. Két kritériumot is figyelembe kellett venni, hogy nem csak az, hogy presszer szerzemény legyen, hanem az, hogy nekünk meglegyen az az adott dal, és a kettőből, a kettőnek a közös metszetében meg, ez volt. Meg, hogy én örüljek neki. Az is meg, kritérium hogy... volt. És örül. Igen, és igen, ennyi. Ez be kell, hogy valljam. Egyébként az pedig, hogy karácsonyra is így egy kicsit figyelünk, akinek lehet, hogy nem biztos, hogy elmondanánk a születésnapját, bár emlékszem, hogy már volt. Az tök jó. Ő azért jobban a háttérben van, és elképesztő jó zenész, tehát tök jó, hogy ő is akkor így bekerült ide most a műsorba. Presszertől pedig annyi mindent játszottunk már szerintem, és megemlékeztünk a szülinapjáról, úgyhogy szerintem ez így nem volt rossz. Na nézzük, mit írnak a hallgatók közlekedésügyben. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Ja nem, a Lánchíd érdekes. A Lánchíd kapcsán egy Alan Walker videóklipre hívja fel a figyelmüket a hallgató, de ez még tegnapi. Csak azt hittem, hogy ez közlekedési információ. Mindig tök érdekesek azok a videóklipek, amiben magyar területet, városok szerepelnek, és annak ugye a fele Budapesten játszódik, érdekes megnézni valóban. Ferihegyi a Vecsési lámpától, 9 perc a kökig, vége a home office-nak. Hát én azt gondolnám, hogy az normálisan haladva kb. 9 perc. Mennyinek kéne ennek lennie, hogyha nem lenne, vagy amíg home office volt. Nekem ez egész gyorsnak tűnik az a 9 perc arra. Mindegy, Dr. Sziszinek köszönjük az információkat, illetve az ülői és a soroksári dugul kicsit befelé. Valószínűleg a túrások miatt az ülőibe én is beleszaladtam. Ott egyetlen egy balra kanyarodó sáv van, és többen szeretnének balra menni a Nagykörúton a Corvin negyednél. Ez rendszeres és napközben is előfordul, úgyhogy ennek a... Ez lehet szerintem most is. A Soroksárin pedig elkezdték túrni azt a bizonyos villamos deltát, amiről beszéltünk a Haller utca elágazásánál, és ez okozhatja, de részleteket akkor írjatok még nekünk. Az útinform is szolgáltat információt, élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól telítettek a sávok, sokan haladnak a 10-es főúton, a Solymári körforgalomtól a Városközpont irányába, ugye klasszikus dugulós rész. A 6-os főúton Szászhalombatta térségében a 30-as kilométernél a forgalmat jelző lámpa szabályozza, ott kisebb torlódásra lehet számítani. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Na mi izgalom van a városban, illetve környékén. Hát az autós mozi, arról beszélgettünk a múlt héten, de az még egy másik projekt volt, erre ezek szerint többen is rá cuppantak, mert most Újpest polgármestere jelentette, vagy a kerületben június 5-én
nyílik autós mozi. Az újpesti piac előtti zárt területen, ez egy kerületi kezdeményezés, és azt is elmondta, hogy milyen filmeket fognak ott vetíteni. Csak ezt most éppen nem talán, de... Hát én mondom Pomádé, akkor... Igen? A Hert azt nem fordítottuk hajnak, ugye? Az simán. Nem, az Her maradt, ugye? De most csak, hogy ha már a, igen, hogyha már a Grisz átment Pomádéba, aztán visszajött, és most megy inkább Grisz-en megy. Jó, szóval a Her. Bonyvaregény, Jurassic Park, Ace Ventura, Moszkva tér, sose halunk meg. Természetesen a járványhelyzet miatt bizonyos szabályokat be kell majd tartani a mozizóknak. Azt, hogy a személyautóban egy háztartásban élők tartózkodhatnak, az oké, okay, de hogyha tényleg csak ülsz az autóban és le se húzod az ablakot, akkor ott miért kötelező a maszk, az egy kicsit furcsa. Azt megértem, hogyha kiszállsz, illetve hogy nem tudom, hogy Amerikában pont az volt a gond, hogy mozdót sem biztosítottak, és az autós moziknál, és benzinkutak egy részénél is, most ez van, hogy lezárták a mozdókat. Kávét is csak elvitelre kaphatsz, ami valahol érthető, de azért okozhat problémákat. Itt ezt nem látom, hogy ezzel kapcsolatban mi az információ, de az teljesen érthető, hogyha ott mondjuk maszk követelmény van, de hogyha te a kocsitban van, akkor egy kicsit furcsa. Na minden esetre a helyszínen. Ja igen, mobil budi lesz. Igen, igen, most már megtaláltam az információkat. Természetesen megfelelő fertőtlenítő eszközökkel elrendelkeznek majd. Ez tehát az újpesti kezdeményezés. És az Index cikke fölhívja figyelmét arra is, hogy igen, az Árkád tetőparkolóján, amiről a múlt héten beszéltünk, ott is nyílik majd egy autós mozi, 100 autónyi férőhelyel, természetesen érintésmentes fizetés és beléptetés. A rákcsálni valóért sem kell majd kiszállni, mert görkor is felszolgálók hozzák helybe, úgyhogy ilyen lesz. Nagyon kis klasszikus. Idén, vagy hát járvány kilábalás közben behozzák ezt a régi klasszikust, az autós mozizást Budapestre. Többen is, tök jó. Na, a Buli negyedről is van hírünk, ugye este 10-ig tart a Buli negyedben az éjszaka, ami egyébként nem újdonság, mert egy 2012-es Erzsébetvárosi önkormányzati rendelet ezt már eleve így szabályozta, csak az korábbi vezetés tojt rá és nem tartatta be. Most meg meglepődtek a vendéglátósok, amikor 10-kor kimennek a közterületesek razziázni, hogy kinél van még működő terasz és hol ülnek még vendégek. Olyannyira, hogy egy ilyen kisebb engedetlenségi mozgalom is kialakult, pár vendéglős, tehát nem tömeges vagy kocsmáros próbált 10 után is nyitva tartani, amire a Polgi be is szólt, hogy a keménykedést eddig sem díjazta, vagy a zsarolást, és ezután sem fogja, úgyhogy valószínű ott valami büntetés kerül kiszabásra, és a hallgatók is mozgolódnak, mert azok meg azt érzik, szerintem valahol jogosan, tehát hogyha egyszer valamikor meg lehet fogni a Buli negyedet, és valamiféle rendet rakni, az valószínű most van. Tehát az újranyitást kell valahogy nagyon ügyesen csinálni, hogy ne az legyen a végeredménye, ami volt. Ezt nem tudom, hogy hogy lehet kivitelezni, vagy sikerülni fog, de nyilván az ott lakók is ezt érzik, és ők is az Élhető Erzsébetváros nevű Facebook csoportokon, hát néha kicsit szélsőséges és elragadtatott indulatos bejegyzésekkel, de azt támogatnák, hogy valahogy ne az legyen majd a végeredménye az újranyitásnak, ahol abba hagyták a járvány előtt. Közlekedési hírek után még akkor a Budapest rovat végére is, mert beesett egy fontos Hungária Lurdinál Népliget felé, belassult két lámpás. Köszönjük ezt az infót is. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.